Az alkalommal a Bibliáról fogunk beszélni. A legnagyobb könyvről, a legcsodálatosabb könyvről, a legszebb könyvről, Isten könyvéről. A Bibliának nincsenek olyan írói, mint mondjuk Jókai. Természetesen vannak a Bibliának írói, de ők a Szentlélektől kapták ezt az üzenetet, mint egy kijelentés módot, amit emberi módon feljegyeztek. Így a Bibliának kettős természete van. Van egy emberi természete, és van egy isteni természete. És így a Biblia Istenről szól a tartalmában, a nagy hatalmas alkotóról, aki ebben a világ mindenségben jelen van, szól az emberekről, arról, hogy Isten az embert megalkotta és megteremtette ebben a világban, és szól magáról, a nagyvilágról, állatokról, növényekről, mindent felöllel a Biblia Isten szemszögéből ír le mindent, és közöl velünk. A bibliaolvasás az nem is egy olyan egyszerű dolog. Sokan nem szeretik a Bibliát olvasni, mert hát régi nyelvezete van. Az Ószövetség egyrészt héberül íratott, vannak fejezetek benne, ami arám nyelven, később görög nyelvre fordították le. A magyar nyelven is hát régi fordításaink is vannak, és nem olyan könnyű olvasmány, bár most az új fordítás szerint sokat változtattak a kifejezéseken a mai kor nyelvezetének megfelelően, de mégis nehéz olvasmány. Noha vannak benne gyönyörű történetek, megrázó történetek, emberek története, mégis egy nehéz olvasmány. A Biblia olvasásról hallottam egy egyszerű kis történetet. Valaki azt mondta, a Bibliát úgy kell olvasni, mint egy végrendeletet. Hát hogy olvassák a végrendeletet? A közjegyző úgy, hogy gyorsan olvas, hogy minél előbb túl legyen rajta. Az ügyvéd azt nézi, hogy mibe köthetne bele, hol talál valami hibát. És az örökös pedig úgy, hogy neki minden betűje fontos, mert róla van szó, az ő dolgairól van szó, ez őt érinti. És ilyen módon érdemes a Bibliát olvasni, ahhoz, hogy megérthessük a Biblia titkát, a Biblia mondani valóját, valahogy nekünk kell alkalmazkodnunk a Bibliához, és keresni benne az eligazodást. A Biblia végül is nem egy olyan novella gyűjtemény, vagy irodalmi gyűjtemény, amit egyszerűen megérthetnénk. Tehát noha írók, költők, művészek, szobrászok merítettek a Bibliából, és sok-sok embert megragadott, de a Bibliának van egy sajátos üzenete. Ezt így mondjuk, hogy a Biblián keresztül mindig üzen valamit Isten az ember számára. Ez egy pozitív üzenet. A Bibliának tehát megvan a maga nevelői, tisztító, felemelő célzata, és ha ezt nyitott szívvel olvassuk, akkor nagyon sokat meríthetünk. Miközben olvassuk a Bibliát, mi is vele együtt fejlődünk. A Biblia üzenetet nem nyitogatással olvassuk, nem felütéssel, nem ilyen módon, hanem érdemes sorba olvasni, elkezdeni valahol, és akkor az egész Bibliát is megismerjük, és
A Bibliának van egy általános üzenete, tehát az, hogy Isten mindenkit szeret, és hogy Isten az ő országába készíti fel az embert, de vannak olyan üzenetek, amik személyesek, a mai napra szólnak nekem, lehet, hogy előre egy jelzést ad, hogy most egy nehéz dolgod lesz, kemény emberekkel fogsz találkozni, te azért maradj meg alázatban, szeretetben és hasonló. Tehát a Bibliát nem lehet jósdakönyvnek használni, mert a Biblia nem jelentődik ki. Tehát rejtély marad, aki így nyúl hozzá, vagy becsapja önmagát. Szeretettel ajánlom nektek a Bibliát. Ha olvassátok, megérzitek, hogy mennyi szeretet és erő fog áradni felétek. Befejezésül egy mondattal, egy bibliai idézettel köszönök el a következővel. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.